A mutáns vírusok közösségi terjedése nagy számban nem fellelhető Magyarországon, mondta az országos tiszti főorvos, mintegy ezzel is magyarázva a kedvező járványügyi adatokat. A szerdán ismertetett számok szerint 976 új fertőzöttet regisztráltak, és 95 újabb halálos áldozata van a vírusnak. Az operatív törzs mai tájékoztatóján Müller Cecília a kórházban ápoltak számának csökkenő tendenciáját is kiemelte. A 4218 fekvőintézményben ellátásra szoruló beteg közül 294-en vannak lélegeztetőgépen. A tiszti főorvos az oltással kapcsolatban elmondta, eddig mintegy 130 ezer embernek elegendő vakcinát kapott Magyarország, amelyből 120 ezer oltást az egészségügyben dolgozók kaptak, és csaknem 3 ezer azok száma, akiket már a második vakcinával is beoltottak. Szerdán ismét mintegy 36 ezer ember beoltására elegendő oltóanyag érkezett, amellyel kapcsolatban Müller Cecília kiemelte, az oltásnak csak a vakcinaszám szab határt. Egy hét múlva érkezik majd egy újabb vakcinaszállítmány, addig be kell, hogy érjük azzal a mennyiséggel, amit a mai napon kaptunk a Pfizer cégtől. Ez körülbelül mint közel 36 ezer fő beoltására elégséges. Tudjuk azt, hogy a szabályoknak megfelelően feltétlenül szükség van arra, hogy aki már oltakozott, a második védőoltása is biztosítva legyen azon a napon, amikor erre sor kell, hogy kerüljön. Néhány nap alatt el fog fogyni a szerdai szállítmány is, ezért unión belül és kívül is keressük az oltásokat, vizsgáljuk az orosz és a kínai vakcinákat is, hangsúlyozta a tiszti főorvos. Bízunk abban, hogy a közeljövőben alkalom nyílik a tömeges oltás elkezdésére, amelyre 1.755.000 fő regisztrált interneten és postai úton, mondta Müller Cecília. Elkezdjük oltani a közeljövőben a 89 évnél idősebbeket, akik otthonukban tartózkodnak, tehát nem intézmények lakói. Tudjuk azt, hogy még az idős otthonoknál is csak körülbelül 10%-át tudtuk beoltani a lakóknak, illetve az ápolóknak, hiszen ennyi vakcina áll rendelkezésre. Ugyanakkor természetesen ugyanolyan esélyt szeretnénk biztosítani az oltakozást, illetően azok számára is, akik otthonukban értek meg ilyen szép kort. A 89 évnél idősebbek egy részét otthonaikban a házi orvos vagy egy oltócsoport fogja beoltani. Az érintettek közül mintegy 10 000 személy már jelezte a vakcina iránti igényét, mondta a tiszti főorvos.